A hétvégén zajlottak az aranyosgyéresi magyar napok. A kétnapos programot a Reményik Sándor konferencia nyitotta, amelynek keretében átadták a Reményik díjakat is olyan személyeknek, akik nap mint nap a magyar irodalom továbbéltetésén dolgoznak. Október 7-e és 8-a között szervezték meg az aranyosgyéresi magyar napokat. A rendezvény nagyon fontos a helyi közösség számára, hiszen lehetőséget biztosít a találkozásra. Emellett előadásokon, szüreti bálon, kulturális műsorokon vehetnek részt az érdeklődők. A közösség megerősödik. A közösség visszanyeri az önbizalmát. Egy ilyen helyen, amilyen aranyosgyéres, szorványban élő magyarság van, és nagyon fontos nekik érezni azt, hogy összetartozás van, hogy közösen lehet tervezni a jövőt, hogy visszaemlékezve a múltra, forrásokból egy újabb lendületet kaphasson az életünk. A magyar napokon évről évre megemlékeznek egy-egy az irodalomban kiemelkedőt alkotó szeméről. Idén a Vándor Reményik Sándor konferencia helyszínévé a helyi református templom vált. A konferencián egyed emese irodalomtörténész beszélt a költő életéről, azt követően pedig a költészetét elemezték. A konferenciát a Reményik díjak átadása zárta, amelyet Szabó Hajnalka, helyi magyar tanárnő, illetve Marosán Csaba, kolozsvári színművész vehetett át. Én mindig Arany János szavait is szoktam mondani. Egy népi sarjadék vagyok, kitörzsömnek élek érettes általa. Sorsa az én sorsom, s a dalra olvadék, otthon leli magát, aja kimondala. Ezekkel a gondolatiságokkal szoktam járni Erdély minden kis települését a műsoraimmal. És hiszem azt, hogy ennek van értelme. Hozzátette, a Reményik díj számára egy láng, amelyet tovább szeretne adni. Célja, hogy egy sokkal barátságosabb Erdélyt alakítson a jövő generációja számára.